Köszöntöm nézőinket! Vendégségben című műsorunkban az a szokás, hogy a stáb megy el ahhoz, aki vendégül lát minket, és ott beszélgetünk életről, munkáról, lehetőségekről. E tekintetben, ez esetben ettől most eltekintünk nem jó szántunkból, hiszen a járványügyi szabályok még mindig nem engedik, hogy bemegyünk a kórház területére, így aztán Németh Csabát, a Balassa János Kórház főigazgatóját kértük, hogy jöjjön el a stúdióba, és legyen úgy a vendéglátónk, hogy mi vagyunk a vendéglátók. De ha már járványügyi szabályok, lefelé haladunk egy újabb Covid vírus hullámban. Mik a tapasztalatai ennek a hullámnak? Üdvözlöm én is a kedves nézőket. Igen, szerencsére elmondhatjuk, hogy a harmadik Covid hullámon is sikeresen túl vagyunk. A harmadik hullámmal szerzett tapasztalatainkat röviden összefoglalva, az egyik, hogy ez a korábbiaktól nagyobb hullám volt, tehát több beteget és nagyobb érintettséget tapasztaltunk. Viszont az eltelt időszakban mindenki gyakorlata nőtt a gyógyítással és gyógyulással kapcsolatban. Ezt most elsősorban ugye a munkatársakra értem, akik azért az elmúlt évben, másfél évben megfelelő rutint és tapasztalatot szereztek a kórházba bekerülő betegeknek a gyógyításába. De azt gondolom, hogy az, hogy a járványt sikeresen kezelni tudtuk, ez még sok minden máson is múlott, többek között az embereknek, a lakosságnak a járvánnyal szemben, vagy járvány kezelésében szerzett tapasztalataival, tehát a sikeresebben, meg hathatósabban védekezünk. Szerencsére rendelkezésre áll azóta a védőoltás, és ez szintén ugye a harmadik járvány, harmadik hulláma alatt, közepén vált elérhetővé. Úgyhogy több minden befolyásolta itt ennek a járványnak a lefutását. Nem volt egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy közös erőfeszítéssel és itt az egészségügy irányítása, lakosság közös erőfeszítéssel sikeresen eljutottunk idáig, hogy most a nyarunk kezd egészen nyugodtá válni. Amikor az első hullám után itt volt, akkor azt mondta, hogy egy sokkal nehezebb feladat vár önökre, ha lesz egy második hullám. Igaza lett? Hát részben igen. Tehát ha visszagondolunk itt a hullámokra és a hullámok alatti leterheltségre, az első hullám alatt védekezni azt keményen kellett mindenkinek, és a járványra felkészülni, nem tudtuk, hogy mekkora feladatra kell készülni. Nyilván óvatosságból és a biztonságra törekedve inkább kicsit túl készültünk, és nagyobb fölkészülést tett mindenki, mint ami végül szükségessé vált. Az első hullám azért viszont alapvetően kevés leterheltséggel, kevés kórházba kerülő beteggel zárult szerencsésen. A második és a harmadik hullámokban már nyilván komolyabb igénybevételnek voltunk kitéve, de hát amint mondtam, itt a megszerzett tapasztalat és a időközben folyamatosan rendelkezésünkre áll újabb és újabb lehetőségek, azok sikeresítették a járvány védekezést. Mennyiben segítettek az oltások? Hát én azt gondolom, hogy a mostani járvány lecsengésnek, vagy a hullám lecsengésnek, harmadik hullám lecsengésében is szerepe volt már az oltásnak. Ugye, ha visszagondolunk, akkor valamikor új év környékén érkezett az első adag oltóanyaga az országba, és utána egy nagyon feszített tempójú és szervezett oltási kampány zajlott. Ugye most tudjuk, hogy már 5,5 millió fölött járunk beoltottság tekintetében, és hát még éppen, hogy csak a 6 hónapot túlhaladtuk az újévi első oltás óta. Tehát azt gondolom, hogy ennek mindenképpen pozitív hozadéka volt, és ezt én két gyakorlati tapasztalattal is meg tudom erősíteni. Az egyik az ugye a saját munkatársaink körébe tapasztalt megbetegedések. Ugye, ha visszaemlékszünk az év elejére, az egészségügyi dolgozók azok mindjárt az első körben, az első között vehették igénybe a védőoltásokat.
tehát viszonylag hamar hozzá juthattak a munkatársak, és mondhatom, hogy egy elég magas érdeklődés, tehát ilyen 80% fölötti a kórházi dolgozóknak az átoltottsága, és utána a védőoltásokat követően ugye örömteljen tapasztaltuk azt, hogy mutatóba lehetett egy-egy járványban megbetegedett kórházi dolgozóval találkozni, és akik egyébként tapasztalat szerint nem is a kórházba kapták el a betegséget, hanem a hétköznapi életük során. De azt, hogy ez a védőoltásokat követően ennyire drasztikusan csökkent, ezt mindenképpen a védőoltások hozadékának tudjuk be. A másik tapasztalatunk pedig, ugye emlékszünk rá, az még a tavaly ősszel és télen még mekkora problémát jelentett a bentlakásos idős otthonoknak a jelentkező tömeges megbetegedés, és innen a tömegesen kórházba kerülés. Ugye az egészségügyi dolgozókat követően talán a következő etap az az idős otthonoknak a nagyon nagy százalékban való átoltása követte, és ezt is elmondhatom, hogy a tavasszal nyilván idős otthonból kerülnek kórházba betegek, csak nem tömegesen és nem Covid miatt. Tehát ennek is egy nagyon pozitív hozadékát észleltük. Úgyhogy ezekből következtetek én arra, hogy ennek a tömeges lakossági oltásnak is kell, hogy pozitív védőhatása legyen. Mennyire voltak türelmesek önökkel az emberek? Hát voltak, alapvetően türelmesek voltak. A helyzethez képest azt gondolom mindenképpen. Ugye korábbi ilyen műsorok vagy megszólalási lehetőségek kapcsán én mindig elmondtam azt, hogy rendkívüli helyzet ez az embereknek is, de rendkívüli helyzet a munkatársaknak is. A gyógyító feladatok kivitelezése se átlagos körülmények között zajlott, ugye védőruházatban, járványkórházban gondolkodva. Nem olyanok a kommunikációs és tájékoztatási lehetőségek, mint amit a normál életben megszoktunk. Ugye egy nagyon szigorú látogatási tilalom volt életben a kórházban. Úgyhogy talán azt gondolom, hogy a legnagyobb feladatot vagy kihívást az jelentette, ami a türelempróbát jelenti, hogy tudjunk megfelelő minőségű, mennyiségű információval szolgálni a hozzátartozóknak, akik nyilván aggódtak a kórházba fekvő betegekért, de ezt információs vonal működtetésével, e-mailes tájékoztatási lehetőséggel, diszpécser központtal a kórház igyekezett megoldani ezt a problémát, és azt gondolom, hogy ahogy mindenki beletanult ennek a járványnak a hogyanjába, ugye a lakosság is elfogadta azt, hogy igyekszünk adatot szolgáltatni a rendelkezésünkre álló módszerekkel és lehetőségekkel. A másik, amire szeretnék kitérni a türelem kapcsán, az a védőoltásoknak a kiszolgáltatása. Ugye a kórházban is egy oltópont működik, és hát nagyon sok oltást adtunk be, most a napra kész adatot nem is tudom, de azt gondolom, hogy a 60 ezer körül járhatunk már nálunk kiosztott védőoltásokkal, tehát voltak olyan napok, amikor 1000-1500-an fordultak meg a kórházi oltóponton. Ekkora tömeget logisztikával kezelni nem egyszerű. Ebbe is igyekeztünk mindent előre fölkészülten, megszervezetten csinálni, és az emberek, ugye itt nem betegekről van szó, az emberek jöttek, lakosság jött oltakozni. Igyekeztünk mindent a szervezetten a rendelkezésre bocsátani, de szerencsére ezt támogatta a lakosság is a türelmes és elfogadó hozzáállásával is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy pozitív élménye a kórháznak, kórházi dolgozóknak, de ugye a hozzám eljutott visszajelzésekből talán a nálunk megfordult oltakozóknak is jó élménnyel tudtak távozni a kórházból.
Van már sláger oltóanyag? Föl lehet mérni, hogy az emberek melyikben bíznak igazán? Ilyet nem tudok mondani. Tehát ez nem kristályosodott ki az elmúlt hetekben, hogy melyik oltóanyag a sláger. Az látszik, hogy mindenkinek megvan a maga filozófiája, hogy miért pont abban bízik, amelyiket fölveszi. E tekintetben az egészségügy álláspontja azt gondolom az kell legyen, amit a Merkeli rektor úr fogalmazott meg, hogy az a jó oltóanyag, ami beadásra kerül. Úgyhogy végül is teljesen mindegy, hogy melyik. Lehet válogatni, vagy most már tényleg úgy van, hogy bármelyik oltóanyaghoz hozzá lehet jutni, kinek melyikben a legnagyobb bizodalma van, és én a magam részéről nyugodt vagyok a tekintetben, hogy mindegy, hogy milyen filozófia mentén kerül kiválasztásra az oltóanyag, hogyha valaki védőoltásba részesül, annak védettsége lesz. Sokszor érte ez alatt az idő alatt támadást a kórház, meg az egész egészségügyet abban, hogy igen, oltunk és védekezünk, és Covid van, és mindegy, de közben meg van egy csomó beteg, akiket nem tudunk ellátni. Hát én azt gondolom, hogy akiket szükséges volt, azokat el tudtuk látni. Tehát a kórház működése az folyamatos volt a járvány ideje alatt is. Nyilvánvaló, hogy a járványos időszak alatt egyrészt az erőforrásokat elsősorban a járvány leküzdésére kellett fordítani, az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nyilván a kórházba kerülőket is védeni kellett attól, hogy ott se alakuljon ki lehetőség szerint tömeg, és ne ott fertőződjenek a betegek a Covid-dal. Tehát ebből adódóan a kórháznak a működése és a sürgős ellátásra szorítkozott. Sürgős és daganatos ellátásra. Ezeken a területeken semmiféle korlátozás nem volt, és tudtuk folyamatosan biztosítani a kórház működését. Most pedig, ahogy a járványnak most éppen egy hullámvölgyét éljük, most pedig folyamatosan dolgozunk az erőforrásoknak a normál ellátásba való visszaforgatásán, visszarendezésén, és a sorba indítjuk újra az osztályainkat. Tehát, hogy azokat az ellátásokat, amik nem voltak annyira sürgősek, hogy azonnal a járvány ellenére is foglalkozni kellett volna vele, azokat most szépen sorba vesszük, és le fogjuk dolgozni az elmaradást. Mekkora ez körülbelül időben? Hát ezt nehéz megmondani. Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy a második és a harmadik hullám között, tehát az körülbelül tavaly nyáron volt, amikor volt egy hasonló elmaradás, az gyakorlatilag a nyári hónapokban le tudtuk dolgozni, és az ősznek akkor úgy mentünk neki, talán az második hullám volt akkor. Az ősznek úgy mentünk neki, hogy nem volt igazándiból lényeges restancia. Most nyilván nehéz ezt előre megsatszolni, de hát dolgozunk rajta, hogy mindenki minél előbb hozzájuthasson a szükséges ellátásokhoz. Nyilván a védekezés egy csomó átszervezést kívánt a kórház egész rendszerében. El kellett költöztetni más osztályokat, volt osztály, amit be kellett zárni, vagy nem működhettek. Mennyi idő az, amíg a kórház azt tudja mondani, hogy visszaálltunk a normál működésre? Hát ez gyakorlatilag a mostani beszélgetés idejére olyan 80-90%-ban már megtörtént. Tehát minden osztályunk lényegében, minden aktív osztályunk újranyitásra tudott kerülni, úgyhogy ezen a részén túl vagyunk, de ugye sokszor az elmaradt beavatkozásra való felkészítés is azért időigényes folyamat, tehát, de azt gondolom, hogy akik nálunk valamilyenféle várólistán szerepelnek, vagy valamilyen ellátásra várnak, azok talán már valami jelzést kaptak is az adott szakmától, kezelőorvosuktól, ha nem, akkor a közeljövőbe kapni fognak, és fogunk tudni indulni
az egészségügyre indításával. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk műtétre vád, az lassan felemelheti a telefont és megkeres. Érdekli, de mindenképpen érdemes, mert itt ugye hát, talán napról napra nem, de hétről hétre változnak a helyzetek és nyílnak meg, bővülnek a lehetőségek, úgyhogy érdemes felvenni a kapcsolatot és érdeklődni a beavatkozásnak az időbeliségére. Egy ilyen nyitási folyamatban úgy működik a kórház, hogy van egy részleg, vagy marad egy részleg, aki a Covid ügyekkel foglalkozik, az összes többi meg a saját dolgát végzi? Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és ez nem csak nekünk kell, hogy fontos legyen, hanem azt hiszem, hogy mindannyiunknak. Hogy itt már többször elhangzott most a beszélgetésben, hogy mennyire örülünk, hogy a járványnak a leszálló ágába vagyunk, és sok korábbi korlátozás már feloldásra került, és normalizálódhat az életünk. Ez mind nagyon fontos, meg ennek örülni is kell, viszont a puskaportot szárazon kell tartani. Tehát nem csak nekünk bent a kórházba, hanem a lakosságnak is. Annak érdekében, hogy elkerülhessük a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik hullámokat. Tehát nagyon fontos az, hogy aki még esetleg nem vette volna fel a védőoltást, az elmenjen és beoltassa magát. Szabad téren most már egészen szabadon lehet mozogni, de zárt térben azért a távolságtartás, a maszkhasználat azért még továbbra is kell, a kézhigiéne, kézfertőtlenítés továbbra is kell, úgyhogy szárazon kell tartani a puskaport. Nekünk is szárazon kell tartani a puskaport, ugye a kórházban a fertőző osztály most egy, ami korábban lényegében úgy kapacitásában kibővítve a járvány kórházzá nőtte ki magát, amikor arra szükség volt. Most egy kisebb kapacitással áll rendelkezésre, de ezt az előbb említett újraindulást meg egészségügy kinyitását, ezt oly módon szervezzük, hogy szükség esetén bármikor, rövid időn belül újra a járványellátásnak az érdekében működésbe tudjuk hozni a rendszert, és meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Kívánom, hogy ne legyen rá sor, de tartsuk szárazon a puskaport. Amikor legutóbb itt járt, akkor még úgy mutattam be, mint a Balassa János kórház igazgatóját. Most úgy, mint a Balassa János kórház főigazgatóját. Mi a különbség? Hát én most is a Balassa János kórház igazgatójának gondolom magam. Nyilván a kérdés arra vonatkozik, hogy zajlik az egészségügyben egyfajta racionalizálási folyamat. Ugye összekapcsolódnak a megye kórházai, és nyilván a megyei irányító intézménynek a megerősítése kerülnek a városi és a megyei kórházaknak a kapcsolatai minden megyébe, így mi nálunk is. Mondjuk ez Tolna megyébe a tekintetben túl sok újdonságot nem hozott, hogy nekünk eddig is nagyon jó kapcsolatunk volt a Bonyhádi és a Dombovári intézményekkel, úgyhogy összehangoltan dolgozunk, és ez a összehangolódásnak a folytatása várható. Másik két igazgató kollégával nagyon kiválóan megértjük egymást, és tudunk jól együtt dolgozni. Ez egy hosszú átalakulási folyamat lesz? Hát, a lépéseim ma még egyelőre nem is biztos, hogy láthatóak? Én a folyamatnak ugye a részese vagyok, nem kimondottan irányítom, hogy meddig fog ez terjedni, azt előre nem tudom a folyamatnak a részleteit. Nem azt tudom mondani, hogy egy összekapcsolódási munkáról van szó, ami egyelőre zökkenő nélkül tud működni. Azt mondja, hogy állandó kapcsolatban vannak, ez mondjuk a védekezésben is szerepet játszhat? Adott pillanatban mondjuk az egyik kórházban a másikba kell vinni beteget? Igen, akkor... igen természetesen ez ennek a fajta összekapcsolódásnak például a megyén belül ilyen értelme is van. Tehát mi a járvány alatt is folyamatosan kapcsolatban voltunk, és ha arra került volna a sor, akkor nyilván a két kórház összedolgozva
küzdi le a járvánnyal kapcsolatos teendőket, de ez a fajta összehangulás ez egyébként országosan is működött, tehát nyilván ez az operatív törzsnek a feladata volt, hogy az ország egészségügyét azt mindig ott és olyan kapacitással vonják be a járványkezelésbe, ahol amikor a szükség volt rá. Ön eredetileg kardiológus, szokta magát még vizsgálgatni? Vagy most egyre inkább? Pontosítok, én belgyógyász vagyok, de egyébként a kardiológiai profilú osztályon szakvizsgáztam belgyógyászatból, nyilván a belgyógyászati szakterületek közül ez a kedvenc nyilván. Az nem jó, hogyha az ember saját magát diagnosztizálja, tehát a szakorvos is, meg az igazgató is, hogyha oda kerül a sor, akkor a kollégáinak a segítségét kéri. Hát nem, remélem, hogy nem kiabálom el, egyelőre nem volt rá szükség, hogy kérjem a kollégák segítségét, hogy esetleg stresszből vagy leterheltségből adódóan. Ez a fél év nem biztos, hogy nyugalomról szólt. Leterheltségből adódóan esetleg még orvosi vizsgálatnak is alávessem magam. Álltuk a sarat, mi nekünk a kórház vezetésébe kellett állni, a sarat a munkatársaknak pedig az osztályokon és a szervezeti egységben betegágy mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a kihívást eddig a kórház sikeresen teljesítette, úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat, mert ahol csak tudom, ott hirdetem, hogy eljusson minden egyes kórházi dolgozóhoz és munkatársamhoz a köszönet és a hála mi tőlünk is, mert hiába van igazgató, hogyha nincs, aki végrehajtsa a feladatot, és azt gondolom, hogy a kórház dolgozói azok kitartóan a teljes szakmai elhivatottságukat latba vetve oda tették magukat ebben a járványban, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a kórház teljesítményére. Túl vagyunk három hullámon, egy csomó tapasztalaton, szakmai tapasztalaton nyilván. Ha valami olyan következne be, amit együnk se szeretne, akkor sokkal könnyebb lenne az átállás? Hát mondhatom, hogy igen. Tehát erről beszéltem is a beszélgetésnek egy korábbi szakaszában, egy korábbi kérdésre válaszolva, hogy ugye amikor 2020 év elején szembesültünk ezzel a problémával, akkor nagyon sok minden új volt, sok volt, vagy nem volt igazán gyakorlat és tapasztalat ugye ennek egy ilyen fajta és ilyen kiterjedésű járvánnyal kapcsolatos védekezésben. De úgy, ahogy mondtam is, mind a kollégák, mind a betegek tapasztalatokkal gazdagodva jöttek ki ebből az eddigi hullámokból, úgyhogy nyilván ez azt fogja jelenteni, hogy ha még lesznek következő hullámok, akkor most talán már lehet mondani, hogy rutinból tudjuk kezelni ennek a főbb problémáit. Aztán persze mindig olyan probléma jön, ami még nem volt, úgyhogy lesz biztos ott is rendkívüli megoldandó feladat, de mindenképpen tudással meg tapasztalattal sokkal inkább felvértezve állunk a probléma elé, mint tettük azt mondjuk másfél évvel ezelőtt. Hát én azt kívánom, hogy legyen a Covid egy orvos történeti érdekesség a magyar gyógyítás történetében, és nem napi ellátandó feladat. Főigazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!